Üdvözlet mindenkinek az infobubble.hu weboldalon, 2022. december 1 -e van. Ebben a videóban a testmozgásról lesz szó, illetve a testmozgás egészségre gyakorolt pozitív hatásairól. Meg fogunk nézni néhány rövid videót Jordan Peterson, Andrew huberman illetve olvasgatni fogjuk a szemmelweis.hu elméleti orvostudományi központ bejegyzését a rendszeres testmozgás egészségre gyakorolt hatásairól. Kezdjük is el ezzel a rövid videóval. And I always think the best way to outperform everybody in your business or at least keep up in very competitive business and Joe Rogan is a beautiful example of this is to take excellent care of your health. Vala mm -hmm. az ötlet az, hogy amennyiben valaki szeretné az adott területen, amelyben ő funkcionál, dolgozik, él, kihozni a maximumot magába, illetve legyőzni a versenytársait, vagy felülkerekedni azon, a legjobb... Yeah, a legjobb, amit tehet, az az, hogy az egészségére odafigyel, és rendszeresen testmozgást végez. Nyilván nem ezt mondta el, de szerettem volna hozzátenni a, az én gondolataimat, nagyjából erre utalt, hogy amennyiben valaki szeretne versenyképes maradni egy területen, akkor a testmozgás a legjobb módja ennek. Joe Rogan az, akit felhoz példának, ha valaki ismeri Joe Rogan Experience heti 3-4 alkalommal két-két és fél-három órás podcastokat tölt fel, ez mellett még ugye a UFC-nek a kommentátora. Stand-up comedy foglalkozik egy elfoglalt ember, és mégis van mindenre ereje, illetve energiája, és ezt a, annak köszönheti, hogy mindig odafigyeld a testmozgásra és a fizikális fitnessre. A hogy majd, hogy nem, ez ember feletti. Most azok az emberek, akik nagyon jók a maguk területén és mesterségében, azok in really yeah. azok befektetnek abba, hogy nagyon is tudatosan megőrizzék a fizikális fitnessüket. Ezzel én nem is tudnék jobban egyetérteni tessemről tanákként. Én nekem az egész életem gyakorlatilag a erőnlét körül forgott, még akkor is, hogyha nem csúcs teljesítményt nyújtottam, vagy a top szinten versenyeztem, de mindig is megértettem azt, hogy nagyon fontos, hosszú távon, ahhoz, hogy az ember kitarthasson a céljai mellett, és sikeres legyen abban, az, hogy a fizikális erőnlét legalább optimális szintet elérjen. Nyilván mondhatnánk azt, hogy legalább minimális, de hát a minimális az nem lesz elég semmire. El kell találnia mindenkinek azt, hogy mi az optimális fizikális erőnlét, amit el tud érni annyi erőbefektetése, ami még megéri, és a legnagyobb hasznot tudja belőle húzni. Hogy ezt hogy teszi bárki, az ugye mindenkinek a saját szíve joga eldönteni, hogy milyen formáját választja ennek, de én nem is tudnám jobban javasolni, hogy aki nem fordít erre elég időt, az kezdje el minél hamarabb, mert ez nem fog magától kialakulni, és a vasalás, a kerti munka és az ehhez hasonlók, az nem hozza meg azt az erőlétet, ami szerintem kívánatos. Egy pillanatra hagyj szakítsam meg a videót, meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig. Visszatérve a Szemmelvejszet egyetem cikkére. A rendszeres testmozgás csökkeni a stressz érzékenységet és növeli a stressztűrő képességet. Hétköznapi nyelven az ember nem lesz olyan érzékeny a stresszre, nem veszi fel azokat a dolgokat idézőjelben, ami esetleg másnak problematikus, és ezen túl növeli a stressztűrő képességet, azaz a tolerancia küszöbe kitolódik az embernek, jobban viseli azt a nyomást, ami a hétköznapi élettel jár. Nyilván nem csak sport teljesítményről beszélnek ők itt. A rendszeres testmozgás az egészséges életmód egyik alappillére, és igen, sok betegség megelőzésében fontos szerepe van. Most mindenki figyeljen jól, mert ezek fontos dolgok, amit esetleg át tud adni a szeretteinek, bárki, aki törődik velük, vagy akár maga is megszívlelheti. Az inaktív életmód, a mozgásszegény életmód világszerte a vezető halálok között szerepel. A mozgásszegény életmód kulcs szerepet tölt be a kardiovaszkuláris betegségek, a rosszindulatú daganatok és a cukorbetegség kialakulásában. Nézze meg mindenki a korábbi videókat, amikor én beszéltem erről. Ez csak olyan egyértelmű azok számára, akik értenek ehhez, csak olyan szinte, mint én, hogy ha valaki az, az életmód az, amivel legtöbbet tudunk tenni az ellen, hogy a világ leamortizáljon minket az étkezés, a folyadékfogyasztás, víz, különösen az alvás, illetve a testmozgás, a négy alappillére az egészségnek, ők ugye azt mondják, hogy ez az egyik a sport, mint ahogy ez így is van. De ezek az idézőjelbe vett betegségek, ezek életmódbetegségek, betegségek, kardiovaszkuláris, ugye a szívinfarktus, agyvérzés, a különböző embóliák, stb. Rossz indulatú daganatok, mint a rák, egy cukorbetegség, de a magas koleszterin szint, a vérnyomás, ízületi gyulladások, Következő világ szerte négyből egy felnőtt nem mozog eleget, serdülőkorban levő emberek 80%-a mozgásszegény életmódot él. WHO által megfogalmazott mozgásmennyiségekkel kapcsolatos ajánlások három különböző korcsoport igényei szerint lettek megalkotva. Mindjárt meg fogjuk nézni ezeket a csoportokat, illetve hogy mi az, amit ők javasolnak. Mostanában is esett szó erről az egyetemisták állapotával kapcsolatban. Azok, akik városban élnek, nagyon kis lehetőségük van arra, hogy a napközben a rendszeres életmódjukkal megfelelő mennyiségű testmozgáshoz jussanak. Az irodában ülnek egész nap, nézik a monitort, hogyha csak nem vesszük testmozgásnak, hogy tologatni kell innen oda-onnan ide, az iratkupacokat vagy szállítani egyik szobából a másikba. Általában tömegközlekedéssel vagy autóval jár mindenki, ami azt jelenti, hogy még akkor sem aktív mire hazaér fáradt természetesen, hisz nem aktív, nincs erőnléte, ezért fáradt, ül a tévé előtt, vagy bambul, vagy olvas valamit, fekszik az ágyban, és ez megy újra és újra és újra. Idővel az izmot leépíti a szervezet, az eltűnik, csökken a metabolikus ráta, az izületek így szép lassan tönkre mennek, és nagyon nehéz kiszállni ebből az ördögi körből utána, hisz ahogy csökken az ember erőnléte, egyre fáradékonyabb, nehezebben viseli a stresszt, és ezért hát egyre kevésbé akar mozogni, és aztán újra és újra ez ismétlődik ez a ciklus. 18 és 64 év között heti 75 perc intenzív testmozgás javasolt, vagy 150 perc mérsékelten intenzív. Mérsékelt az, amely során már éppen nem lehet egy folyamatos társalgást fenntartani. Nagyon fontos, hogy senki ne gondolja azt, hogy a futás fogja megoldani ezt a problémát, ugyanis ez nem így van, mert a futás nagyon fontos, vagy valamiféle hasonló kardió, de az izomerősítő gyakorlatok elengedhetetlenek ahhoz, hogy hosszú távon az ember az egészségét meg tudja őrizni. Világszerte a fizikai inaktivitás felelős a koszorúérbetegségek 6%-áért, kettes típusú cukorbetegség 10%, emlőtumor vastagbérdagan a 10%-áért. 5,3 millió korai halálozásért tehető felelősi az inaktivitás világszerte. Megmutatom a következő videót ezúttal Jordan Peterson az, aki szintén testmozgásról beszél. If been in shape once in their life, they Hogyha valaki az élete során akár egyszer is elérte azt az erőnlétet, ami ideális számára, age way you know? akkor a sokkal jobban öregszik majd a későbbiekben. You hear about those exercises that you can do online to make you smarter and keep your cognitive ability intact. Vannak azok a gyakorlatok, amikről mindenki hallott már online, hogy okosabbá tegyék őket, vagy pedig megőrizzék a kognitív képességeiket. Van úgy a ezek a dolgok. These don't work. This... Ezek nem működnek ezek a dolgok. No evidence they work. People... Nincsen semmilyen bizonyíték arra, hogy működnek. You keep saying that they azt mondják az emberek, hogy ezek okosabbá tesznek. Vagy megőrzik a kognitív funkció, funkcióidat. 50 évig kutatták ezt a pszichológusok. Remélvén, hogy majd egy azok közül a dolgok közül működni fog. Mindenféle kreatív ötleteket, kipróbáltak feladatokat, mint hiába. Ami működik, az testgyakorlás. A testgyakorlás az, ami működik. Kardió és erősítő gyakorlatok, úgy, mint hogy súlyzós gyakorlatok. 25 éves korba kezd el az ember értelmi képessége hanyatlásnak indulni. Ez a fluid intelligence, amit ő használ, ez kritikai gondolkodásnak lehetne ezt hívni talán. Az a képesség, melynek segítségével az ember létre tud hozni, át tud alakítani, vagy pedig formálni tud különböző új információkat valós időben. Ugye ezért is fluid, alkalmazkodni képes ez az intelligencia. Valaki, ha valamiféle új ismeretet, információt, mennyire képes azzal dolgozni ott abban a pillanatban, azonnal. Ez 25 éves korban elkezd hanyatlásnak indulni, amire kiér az ember az egyetemről vagy főiskoláról, ha jár oda, beáll a munkába droidnak, és onnantól kezdve veszti el ezt a képességét, és a testmozgás képes lenne ezt megakadályozni. Ez egyértelmű egy lineáris folyamat, egy folyamatos csúszás lefelé a lejtőn lényegében, és az életkor előre haladtával felgyorsul, és viszonylag csúnya is lehet a vége. Amennyiben testmozgást végzel, távol tudod tartani ezt a jelenséget. Megerősíti ezt Szemmelveys Egyetem is, ahol azt mondják, hogy aki rendszeresen mozgóknak alacsonyabb a kockázata, a korai halálozásra nézvést, magas vérnyomás, koszorúérbetegségek, agyi érkatasztrófa, vagy agyvérzés más néven, kettes típusú cukorbetegség, metabolikus szindróma, ami a test energiaháztartásával van kapcsolatban, vastagbél emlődaganat kialakulásának csökken az esélye. Kevésbé sújtja a depresszió, illetve törés azokat, akik rendszeresen mozognak, hisz a csont megerősödik a terhelés hatására, oda irányítja a szervezet, az erőforrásokat és erősebb csontozatot épít fel, ami különösen fontos lenne a nők számára, hiszen az osztalporózis vagy a csontétkulás az jobban fenyegeti a nőket. Mindemellett a megfelelő minőségű és mennyiségű fizikai aktivitás fokozza az izomerőt és állóképességet jó hatással a csontok egészségére, a szervezet anyagcseréjére, emellett segíti a testemek fiziológiás határok közötti tartását. A rendszeres testmozgás csökkenti a stressz érzékenységet, növeli a stressztűrő képességet és fokozza az alvásnak a minőségét. Oly sokszor igyekeztem én már elmagyarázni még edző pályafutásom során is az embereknek, hogy teljesen mindegy, hogy mi a magyarázata annak, hogy valaki elhízott. teljesen mindegy, hogy nincs időm, vagy a tévé előtt ülök sokat, vagy fáradt vagyok, vagy fáj a térdem, a gyerekeim miatt, a férjem miatt, a feleségem miatt, akármi miatt. Senkit nem érdekelnek a kifogások. Mikor valaki meglát az utcán, hoz magában egy tudatalat, egy döntést arról, hogy mi a véleménye rólam, és az én teljesítményem szintén nem, nincs azzal összefüggésben, hogy mik az én különböző kibúvóim, meg kifogásaim azért, hogy nem tudom megcsinálni ezt vagy azt, amire szükség lenne. Nagyon fontos, hogy ezt megértsen mindenki, hogy senkit nem érdekel, de az életet magát sem érdekli, hogy mi a kifogásom. Csak az számít, hogy milyen eredményeket értem el. Nem azt akarom mondani, hogy bármi áron, azt akarom mondani, hogy kifogásokat kereshet az ember, de az eredményt az nem fogja befolyásolni. Szóval ne nyugtassa magát senki ezzel vagy azzal. És megdöbbentő, hogy ugyanezt fogalmazza meg a Bib Nurmagomedov, akit ismerhet mindenki a UFC-ből. Ha jól emlékszem, akkor olyan 29 mérkőzése volt karrierre során, vereség nélkül. Az egyik legismertebb arca ennek, és legelismertebb sportolója ennek az ágazatnak. Figyeljen mindenki, hogy mi az, amit mond, ő Dagestánból származik, ami valamerre Oroszország felé van. Az élet kemény arra, nem olyan, mint itt nálunk de érdemes átgondolni, meg megfontolni azt, amit mond. Who cares? Kit érdekel? Kit érdekel? Hogy fáradt vagy, vagy nem? Nobody care about you. Senkit nem érdekelsz. If you come here, don't complain. You wanna become best, you wanna become champion. Ha ide jössz, akkor ne reklamáljál, hogy ha bajnok akarsz lenni, ha te akarsz lenni a legjobb. If you don't want, Halász? Go back. Hogyha nem, akkor meg visszlát. Back to Dagestan. Without you or with you. Menjél vissza akkor Dagestánba. Veled vagy nélküled. There is always gonna be champions. Mindig lesznek bajnokok. With your name, yeah. this is your choice. Yeah. A te nevedben, ez a te döntésed vagy választásod. You wanna put your name there? Okay, work hard. No. Hogyha szeretnéd, hogy a te neved legyen az, akkor dolgozz keményen. Bye bye. Hogyha nem, akkor viszlát. It's Nagyon egyszerű, semmi különös. A lehetőség mindenki előtt még ott van, feltételezem, hogy változtasson azon, ahogy megközelíti az életet és hozzájön a dolgokhoz. Kétségtelen, hogy az én életemben a sport, úgy mint szervezett sport, gyerekkoromtól kezdve talán az egyedüli legnagyobb hatást gyakorolt arra ahogyan most a világra tekintek és hozzáállok a dolgokhoz az, hogy nekem rendszeresen többször egy héten, majd hogy nem csak minden nap ott kellett lennem, ha tetszik, hanem, ha esik, ha fúj, ha szél van, ha hó van, szó szerint én emlékszem, mikor 10 éves voltam kint futottunk a hóba a téli alapozáskor szóval mindegy volt csak ott kellett lennem, és ez megmaradt mind a mai napig. Én hálás vagyok az Atyának, elsősorban a Teremtőnknek, Abaja Huának, hogy az én szüleim olyanok voltak, hogy gondoltak -e erre. És így nevelkedtem fel, mert most sokkal egyszerűbb megcsinálni ugyanezt, mint amit akkor. Heti háromszor, négyszer megindulni és csinálni. Ha mínusz 5 fok van, mínusz 5 fok van, ha mínusz 15 fok van, mínusz 15 fok van. És ez nem az én érdemem egyáltalán hanem a körülmények kialakították ezt. Szóval szerintem, ha valaki akarja, akkor sose késő is meg lehet ezt csinálni. De az mindenképpen kritikus, hogy egy saját gyerekében, ha csak el, egy elképzelhető módja van, ezt ki kell az embernek munkálni, ezt a fajta hozzáállást a legyőzéséhez, a nehézségeknek, mert a testmozgás hozzá fog ehhez járulni nagyban. Ez az, amit szerettem volna ez alkalommal. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és bízom abban, hogy hamarosan találkozunk itt, és hasznosnak találtátok ezt a videót. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja! Meg szeretnék kérni mindenkit arra, hogy amennyiben hasznosanak találjátok és értékesnek a munkánkat, akkor támogassátok azt a legegyszerűbb módja ennek, hogy előfizetek a prémium csomagunkra, ahol láthatjátok azokat a tartalmakat, amelyek abba tartoznak, illetve megosztjátok és lájkoljátok a videóinkat a közösségi oldalakon. Ez nagy segítség, és köszönöm azoknak, akik ezt megtették eddig.